Levelek az asztalon, száradó zoknik a kötélen, kiszállításra váró játékok. Ez a Mikulás szobája a Pécsi Márkus Színházban. Idén is várják ide a gyerekeket. A Mikulás most már 9. éve beköltözik ide hozzánk a Márkus színbe, és itt lakik körülbelül 2 héten át, amíg a környékbeli gyerekeknek meg Magyarországon viszi az ajándékokat. Itt pihen meg, itt mossa a fogát, itt eteti a rénszarvasokat, és akkor, amikor nincsen itthon, akkor meg lehet nézni a szobáját. Tárlatvezetéseket tartunk minden nap 5-kor és 6-kor, és hétvégén még délelőtt is. Gyakran kérdezik a szülők, hogy mikor lehet a Mikulással is találkozni. Azonban a vendéglátók nem akarják zavarni őt, ezért csak akkor jöhetnek a családok, ha úton van a Mikulás. Ez a mitikus, misztikus személy, akit mi Mikulásnak hívunk, ő tulajdonképpen nem kell, hogy testet öltsön, nem kell, hogy lássuk őt. Elég, hogyha hiszünk benne. Azonban rengeteg titok kiderül róla a vezetett túrán. A gyerekek bekukucskálhatnak ide a szobába, megtudhatják, hogyan jut be például minden ajtón és minden ablakon a Mikulás, milyen eszköze van hozzá, hogyan látja a gyerekeket egész évben a Mikulás, van egy hatalmas könyve. Akkor arról is mesélek, hogy melyik rénszarvasával érkezett, és hogy éppen most milyen méretű a rénszarvas, hogy éppen kicsike vagy nagy, de itt megtalálható a Mikulás írógépe is, és rengeteg játékot hozott magával, amik még becsomagolásra várnak. Ezekkel játszhatnak még a vendégek, azonban ők is hozhatnak olyan játékokat, amiket már meguntak, és még tovább lehet adni azokat más gyerekeknek. Ebbe a bőrönbe gyűjtik ezeket, és a Mikulás majd elviszi a megfelelő címekre. Ez pedig az a postaláda, ahová a gyerekek leveleit várja december 11-ig a Mikulás, amíg a Márkus Színházban vendégeskedik Pécsen.